Ezek után azt kell, hogy mondjam, hogy meggyőződésünk az, hogy a parkolás jelen formájában nem más, mint egyfajta újabb sarc, és a parkolási díjaknak jelen pillanatban egyetlen célja van a költségvetési foltoknak az eltüntetése. Mi viszont azt mondjuk, hogy a parkolás nem ezért van. A Debrecennek érdekeit kell, hogy képviselje, és ez az érdek egyértelműen az, hogy valóban felgyorsítsuk a parkolási folyamatot, lehetővé tegyük azt, elnézést kérek, elfelejtettem a... Lehetővé tegyük azt, hogy felgyorsítsuk valóban Debrecen városába a parkolási fluktuációt, minél gyorsabban megforduljanak az autók, és ehhez képest nekünk egyértelműen a programunkban szereplő javaslatok vannak. Olyan vállalások ezek, amit teljes bizonyossággal állíthatunk, hogy teljesíteni tudunk. Az egyik az az, hogy ahogy lehetőségünk lesz rá, azonnal meg fogjuk kezdeni a város forgalmának az átszervezését, meg fogjuk oldani a teljes zöld hullámot, hiszen nonsens az különben, hogy országos szinten itt töltenek az egyik legtöbb időt dugókba debreceni autósok. Szerintem nagyon rövid idő alatt meg lehet oldani ezt a problémát. A másik kettő javaslatunk, vállalásunk az pedig a parkolással kapcsolatos. Az egyik az, hogy azonnali hatállyal el fogjuk törölni a szombati parkolási díjat. Elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy szombaton egy parkolásért fizető helyen. Ez már valóban nem más, mint a megsarcolása az autósoknak. És a harmadik, amivel szerintem fel fogjuk tudni gyorsítani maximálisan ezt a parkolási sebességet, az pedig nem más, hogy a parkolás első 30 percét ingyenessé tesszük a debreceniek számára. Ennek rettentő sok jó példáját látjuk különben, hogyha kérdeznek. Nagyon sok olyan európai nagyvárosba járhatunk, ahol ezt a 30 perces, első 30 perces ingyenes parkolási metódus gyakorlatot már bevezették. Láttuk, hogy ez sikeres, láttuk, hogy működőképes, ez az, ami az ott élőknek az érdekeit szolgálja. Ezt szeretnénk mi is bevezetni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy mi debreceniek vagyunk, és a debreceniekért dolgozunk. Ezért kell leváltani különben Orbán Viktor és a Fidesz helyi helytartóit, többek között ezért is, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy a debreceni autósok normális körülmények között tudjanak itt autózni, illetve olyan körülmények között lehessen parkolni, ami nem egyfajta sarc, nem egyfajta adófizetés szolgál, hanem a debreceni közlekedők, a debreceni közlekedők érdekeit segítik. És most engedjék meg, hogy én átadjam a szót barátomnak, Kárpasznák Istvánnak, ő teljesen természetesen már közvetlenül a körzete problémáiról, illetve azok megoldásáról fogja.